biztos nekem erre versenyadó. 220 felett. Én kaptam egy mozdonyt, utalván ugye az én eredetés első szakmámra a dízel mozdony és motorszerelésre, és ez nekem nagyon-nagyon jól esett. Anyuka fölismerte, igen, ez az én kislányom első születésnapi tortája, legalábbis ugyanígy nézett ki, de ugyanaz, mert azt nagyon megérni. Nem, ő még nem evett belőle, igen, de nekem életem legfontosabb tortája eddig, úgyhogy azt gondoltam, hogy ezt elkészítem nektek is. A torta az nekem azért tetszett különösen, mert látszott rajta, hogy ezt nem egy profi cukrász készítette, hanem igenis egy gondos háziasszony vagy gondos házigazda keze, és ettől nekem számomra különleges értékkel bírt. Nagyon kis patáncsinos, mint bárcsak benne lenne egy fognyom. Hát ebben belearhatok a gondolat. Fogalmam nincs, hogy én ezt miért kaptam, mint egy vadászt kaptam, aki a bal kezébe egy nyulat fog, a jobb kezébe meg egy puskát. Na most... Nem öreg, de hogy öreg vadász. Nem James Bond. James Bond a híres vadász. Mi láttad, hogy gyurát? James Bond. Az öldinges, az öldinges vadász. Van a lila ruhás hölgy, meg az öldinges vadász. Az öldinges vadász. Meg az öldinges vadász. Mindjárt vég. Mi is erről álmodom egyébként, hogy nálam van a buli. Holnap esze csak ez. Egész este csak ez. Megkapod mindenki. Hogy van? Bodza virágos narancslekvár. Én azt kipróbálnám. Nagyon-nagyon finom. Picit, abszolút picit kell, csak hogy tényleg az, hogy az íze. Igen. Tényleg pici kell. Mind a kétféle lekvárt megkóstoltam. Mind a narancsos, mind a másik lekvár is. Nagyon-nagyon finom volt. Ez brutál. Nagyon finom. Ez a fehér csokis bali, nagyon finom. Ó, Isten, ez erről a lekvárral. Ez kis rózsirodi. Kellően volt édes, vagy nem édes, tehát olyan kellően pont halmazállapota is nagyon szépek voltak a kis színes virágok. Nagyon érdekes, mert a